Üdvözlöm nézőinket, Önök Völgységi magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok, és már mutatom is képekben mai adásunk tartalmát. 30-nál több diák érkezett a Völgységi Versmondó versenyre. Magyarországon élő népcsoportok viseletei elevenedtek meg kismányokon. Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának ifjúsági találkozója Bonyhádon. A fellegekbe repítette a pilótanő előadása az érdeklődőket Tevelen. Völgységi versmondó versenyt hirdetett a Bonyhádi Általános Iskola, amelyre 7 településről 30-nál több tanuló érkezett a Solymár Imre Városi Könyvtárba. Az elsőtől 8. osztályosok számára meghirdetett versenyen bármely klasszikus irodalmi alkotással kiállhattak a diákok a zsűri elé. A Bonyhád és környékbeli iskolák diákjai számára hirdette meg Völgységi versmondó versenyét a Bonyhádi Általános Iskola. A rendezvénynek hosszú évekre nyúlik vissza a hagyománya. A szervezők fontosnak tartják, hogy ne csak a saját iskolájuk falain belül mutathassák meg a diákok tehetségüket. Az idei évben nagy örömünkre sokan fogadták el a meghívásunkat, és 7 településről több mint 30 tanuló jelentkezett, úgyhogy köszönjük nekik is, meg természetesen a felkészítő pedagógusoknak is, hogy eljöttek. Maximum 4 perces verseket mondhatnak, és az egy alapvetés volt, hogy ne a verses mesék legyenek előtérben, hanem inkább a klasszikus irodalmi alkotások kerüljenek előtérbe. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára nagyon fontos, hogy ne csak a saját iskolájukban méretessék meg magukat, hanem ilyen intézményi, akár körzeti összevetésben is, és egy plusz szereplési lehetőség számukra, és sokkal jobban felkészülnek, mint hogyha megszokott közegükben kellene előadni az adott verset. Az elmúlt években már, amikor meg tudtuk rendezni, és a járvány miatt nem kellett elhalasztani, általában itt a Solymár Imre Városi Könyvtárban tartjuk. Ez egyrészt egy semlegességet biztosít a versenynek, másrészt pedig egy különleges helyszín, különleges szellemisége van, és elég jó visszajelzéseket is kapunk ezzel kapcsolatban. Örömmel jönnek ide a diákok és a pedagógusok is. A nebulók a sok felkészülésnek köszönhetően magabiztosan álltak ki a zsűri és diáktársaik elé elszavalni a jól begyakorolt verseket. Apa nyakában már nagyon sokszor ültem, de hogy növök a fejére, azt se hogyan sem értem. Nagypapa kérdi, hová nősz te gyerek? Én ilyenkor soha semmit nem felelek. Láttam már borostyán, ránőtt egy nagy fára, meg a nagyapáéknál. A kis ház falára. Anya is mondta, a fejére növök. Ez hogy lehet, ha csak a konyakában ülök? A versenyt iskolai szinten egy válogatás előzte meg, így az egyes oktatási intézményeket a legjobbnak ítélt diákok képviselték a Völgységi Versmondó versenyen, ahol 3-tagú zsűri értékelte a diákok előadását. Igen, szerte ágazó a versválasztás, tehát sok olyan költemény is van köztük, akiknek a szerzőjét nem nagyon ismerjük, de az biztos, hogy a gyerekekhez illő verseket választották, tehát nagyon, nagyon jó választás volt a részükről, tehát a versválasztás az tökéletes. A felkészülésen is látszik, hogy azért igyekeznek szép kiállással, szép kitartással, szépen hangoztatva a beszédet, úgyhogy csak jókat tudok mondani. Korban még nem hozzáillő verset is el tud valaki mondani, ha arra jól felkészítik, és ő azért érett rá. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki elég érett rá, akkor mindegyik verset el tudja mondani. Szerintem mindenki nagyon jól felkészült, tehát ez dicséretükre válik, és nem voltak meglepődve, tehát ahhoz képest, ugye, hogy az osztályteremhez szoktak, itt pedig egy sokkal nagyobb terem, tehát nem voltak meglepődve, tehát jól állják a sarat. A zsűri elnöke kiemelte, ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a verseket, fontos, hogy a figyelmüket felkeltő és őket érdeklő alkotásokkal kerüljenek először kapcsolatba. A versmondó versenyeknek számos pozitív hozadéka van. Amikor felnőttek lesznek, sokkal magabiztosabban állnak ki közönség elé. Tehát én bizton tudom állítani, hogy 8. osztályig el lehet jutni arra, hogy utána ő már maga ki tud választani egy költeményt, azt föl tudja dolgozni, és elő tudja adni tanári segítség nélkül. Mindig, még mindig fáj. Egyre erősebbek az érzéseim.
Az emberekhez még mindig vannak kérdéseim. Elveszettnek érzem magam, elvesztettem önmagam. Jó lenne már felébredni, és nem csak reménykedni. Minden, ami fáj, csak úgy elégetni. Mert úgy érzem, hogy ezt a lelkem megértemni. Érzelmeim. Ez volt a vers címe, amelyet a felső tagozatos diáklány szavalt el a zsűri előtt a völcsegi verseny alkalmával. Nóra saját szerzeményét érzelmei ihlették, ő nem csak előadni, írni is szeret. A mostani kicsit ilyen érzéseimmel kapcsolatos, szóval ilyen szomorúbbak. Írok mostanában. Ki tudom fejezni az érzéseimet, ugye, amikor írom a verset, és ezt szeretem előadni. A Győréből érkezett diák előszeretettel hallgat verseket, így még nagyobb öröm számára egy versmondó verseny. Hát én gyorsan meg tudom tanulni a verseket, és hát még a tanárom segített a hangsúlyozásba, és nem kell sokat készülnöm. A korosztályok legjobbjai oklevélben és könyvjutalomban részesültek a délután folyamán. Kismányok idén is csatlakozott a 2015-ben életre hívott kezdeményezéshez, a Népviselet napjához. A rendezvény alkalmával hagyományápoló csoportok közreműködésével a Magyarországon élő nemzetségek viseleteit, zenéit, táncait láthatták a településre látogatók. Kismányokon igazi jó idő társult a Közösségi Ház udvarán megtartott Népviselet napja rendezvényhez, amely egyúttal a Tündérkert kézműves piac szezonnyitója is volt egyben. A délután folyamán többek között a sárközi, felvidéki, német, moldvai, mezőségi, székelyföldi, bukovinai viseleteket láthatták, és egy-egy előadásnak köszönhetően a népcsoportok hagyományait ismerhették meg az érdeklődők. Az 1910 körül sokszínűvé vált siolgárdi viselet kifejlődésében, hímzés és forma világában közel áll a kalocsaihoz, de attól teljesen független. Siolgárdról érkeztem, többet magammal, és ami rajtam látható, az egy ünneplős, félünneplős viselet. A siolgárdi viseletnek jellemzője, hogy árulkodik a viselőjének az életkoráról, arról, hogy milyen alkalomra vette föl. Rajta most egy ilyen kék lila bordó összeállítás van, ez már nem a fiatalok, hanem az idősebb korosztálynak az öltözéke. A női viseletnek ugye az a jellemzője, hogy amikor bekötik a lánynak a fejét, akkor ugye egy asszony fejfedőt kap, így az én fejem is, ugye mivel férjezett vagyok, így ez megjelenik a viseletben is, és van rajtam egy kendő, egy bukó igazából. A lányoknak a haja fonott. Általában az a jellemző, hogy ugye fiatal korban még a legegyszerűbb hímzés díszíti a ruhákat. Itt a színeket tekintve a piros, bordó, permetes kék színek jelennek meg. Aztán idősebb korban ez a 40-es korosztály fölött 40-50 körül, ott már a pirosat felváltja a lila, a sötétkék és a bordó az ugyanúgy marad, és ahogy idősödik az ember, úgy visszatér a fehér hímzés. Az idősek, ők már a feketéhez fehér hímzést vettek föl, használtak. Most egyetlen kiegészítő, ami nálam van, ez a hímzett zsebkendő. A színvilága az harmonizál a ruhának, a ruhán található hímzésnek a színvilágával. Fontos az, hogy ne felejtsük el, hogy hol születtünk, honnan származunk, milyen értékek vannak a mai világban, erre nagyon kell vigyázni és ápolni és őrizni a hagyományokat, amíg még lehet. A szervezők hagyományteremtő céllal csatlakoztak tavaly az országos kezdeményezéshez. Ezzel a rendezvénnyel csatlakoztunk a Népviseletek napjának országos felhívásához, amit tavaly évben már első alkalommal megrendeztünk. Ezen a napon lehetőséget adunk annak a rengeteg magyar, gyönyörű népviseletnek a bemutatására. Szeretnénk felhívni a figyelmet a sokszínű, gyönyörű magyar népviseletre, a magyar népzenére, a népdalokra és a néptáncra. A környékbeli nemzetiségeket is hívtuk, tehát hívtuk a német nemzetiséget, megszólítottuk a felvidékieket, a sárközi viseletben lévőket, a bukovinai székely viseletben is érkeztek csoportok és együttesek, és ezen a rendezvényen
még a Busót is felkértük, hogy öltözzön be. Igaz, hogy ő februárban már debütált, és a Farsangi rendezvényen ő vezette a csoportot, de most is felkértük. A népviseletben érkezőket nagy tisztelettel és köszönettel megköszönjük, hogy felhúzták erre a napra és erre az alkalomra az a legkedvesebb viseletüket. Elsősorban a csoportok bemutatkozásával kezdődik a műsor. A csoportok között lesz szólótáncos, lesznek a moldvai csángók. A népcsoportok zenéje is helyet kapott az eseményen, amíg a viselet bemutató zajlott, addig a tájegységre jellemző dallamok csendültek fel a rendezvényen. A moldvai csángó viselet különleges darabjáról, a keptáról, amelyet a fiatal emberek szüleiktől, keresztszüleiktől kaptak a lakodalom előtt, mindent elárult viselője. Tartjuk a hagyományainkat, mivel hogy az 1942 és 1947 között Moldvából betelepült moldvai csángó magyar leszármazottja vagyok én is, édesapám gyerekként jöttek, nagymáig ott nőttem föl közöttük. Tehát a csángó kultúrát azt nekem nem kellett megtanulni, beleszülettem. Miből áll a népviselet? Népviseletünk, ezt kezdjük föl a kalapnál, mondjuk ez a hímzett szalag, ezt a lányok szokták hímezni a fiúknak. Ez gyöngyökből van kivarva, és amikor már komoly az együttjárás, tehát közeledik, hogy jegybe járjanak, akkor szokták ezt a lányok ajándékozni a fiúknak. Ezt úgy nevezik, hogy cuk. Ezt fölteszik a kalapjukra a fiúk, és akkor látják, akkor már tudják, hogy itt már valami közeli kapcsolat van fiú és lány között. Az inget, ezeket minden saját maguk kézzel készítettek. Ez lenbászomból van, ezt a lent azt lekaszálták, megtörték, megtilolták, fonalat csináltak belőle, kilúgozták, hogy fehér legyen, ezek inkább ilyen ünnepi viselet volt, és akkor utána megszőtték kézzel. Kihímezték az alját neki, az ingujját, ezek magyar falusi hímzés, mert minden községnek megvoltak a jellegzetes hímzési mintái, és abban az időben, hogyha valaki átment a Menyecske, meg egy fiatalember egy másik faluba, egy rendezvény, egy mulatságba, akkor meg tudták mondani, hogy ez magyar faluból jött, ez Rekecsinből, vagy ez Gajcsánból. Ezt általában fiatal emberek szokták kapni a szüleiktől, vagy keresztapától a lakodalom előtt, és amikor ezt megkapják, akkor csak nagyon kevés hímzés van benne elől, meg az ujjai, és utána, amikor ezek a hímzések úgy kerülnek bele, amikor megházasodik a fiatal ember, akkor elviszik a kozsokárhoz, aki ezt várta annak idején, és belehímezi képírással, hogy megházasodott. Aztán megszületik az első gyermek, azt is belehímzik. És akkor meghalt a nagymama. Tehát a nagyobb családi eseményeket mind belehímzi képírással, és amikor elérkezik meg ilyen 60-70 éves koráig a tulajdonosa, akkor megtelik a keptár. De ha nem, akkor továbbadják a gyermeknek, a következő generációnak, és ez valószínűleg ez két generációnak a keptárja volt, ez közel 150-160 éves. A táncos bemutatók sem hiányoztak a Kismányoki Népviseletnapi rendezvényről. A Bonyhádi Székelykör gyermektánc csoportja bukovonyai viseletben állt ki a színpadra. Bonyhádon ifjúsági találkozót tartott az LDU. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az egész országból hívta össze a fiatalokat, hogy a közeledő önkormányzati választásokról és a képviselői pozíció megfiatalítására, népszerűsítésére találjanak megoldást. A napokban tartotta a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az ifjúsági találkozóját Bonyhádon. A téma a közelgő önkormányzati választások és annak népszerűsítése volt, amelyet a résztvevők kisebb csoportokban dolgoztak fel, majd prezentálták az ötleteiket a többieknek. A toborzás online történt, és az egész országból érkeztek a találkozóra, így minden régió képviseltette magát.
Alapvetően mindig igyekszünk meghatározni speciális témát, amin szeretnénk átmenni a konferencia folyamán. Alapvetően itt a 3 nap alatt elég kevés időnk van arra, hogy ezekben mind nagyon belemenjünk, de igyekszünk csoportokat alkotni, hogy az ifjúsági stratégiának bizonyos pontjait azért ki tudjuk dolgozni. Most ugye közelegnek a választások, így adott volt a téma, így igyekszünk erre főként megoldásokat találni, és olyan stratégiákat kidolgozni, ami konkrétan hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúsági stratégiát erre az időszakra meg tudjuk valósítani. Szeretnénk, hogy a nemzetiségi választásokon, önkormányzati választásokon egyre több fiatal jelöltesse magát képviselőnek, és erről beszélünk, hogy hogyan tudjuk elérni, hogyan tudjuk bevonni a fiatalokat ebbe az egész közösségbe. A megjelent fiatalok mind aktívan ápolják az identitásuk egészen kiskoruk óta. Alapvetően a Lányvári Német Nemzetiségi Egyesületben vagyok táncos most már több mint 15 éve, illetve 5 éve oktatok is, és emellett a Lányvári Német Önkormányzatban is 2019 óta tag vagyok, és így igyekszem a helyi hagyományokat és tradíciókat ápolni. És mindemellett nagyon sokáig a GYUTU-nak is tagja voltam, viszont november óta most már a kemény magból úgymond kiléptem. Gyermekkoromtól érintett vagyok a témában, 3 éves korom óta nemzetiségi óvodába jártam, utána nemzetiségi általános iskolába, és utána nemzetiségi gimnáziumba, és egyetem mellett is részt vettem egy német nyelvű programban, aminek a keretében lehetőségem volt Németországban tanulni is egy rövid időre, és ezzel kaptam egy plusz ilyen bizonyítványt is, amivel bizonyítani tudom, hogy német szakterületen is kompetens vagyok, tehát nem csak mint közgazdász, hanem németországi ügyekben is. Hát kiskorom óta már fontos szerepet játszott a sváb hagyományok ápolása az életemben. Édesanyám egy alapító tagja volt a GYUTU-nak, és már kiskoromtól kezdve beiratott táncolni, szóval aktív tagja vagyok a Vörösvári Táncsoportnak is, egy sváb hagyományőrző egyesületnek, a Verisvárer Heimatwerknek. Játszok egy vörösvári felnőtt fuvószenekarban és egy ifjúsági fuvószenekarban is, illetve nemrég megalapítottuk a vörösvári szekcióját a GYUTU-nak, és annak is tagja vagyok. A találkozón Schmidt Zoltán, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának pécsi regionális irodavezetője is részt vett. Ő elmondta, milyen fontos az utánpótlás a magyarországi németség számára. Nekem személyesen is, de szerintem az egész magyarországi németség szempontjából is mindig is fontos volt, hogy legyen utánpótlás mindig is, és most is, és ezért alapfeladatunk az, hogy a fiatalok jöjjenek a rendszerbe egyáltalán, be az önkormányzati rendszerbe is, persze a kulturális rendszerbe is, de most az önkormányzati választások előtt állunk, ugye egy évvel szinte előtte, és már elő kell elkészülni. Pontosan az önkormányzati választásokkal kapcsolatban, a nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban beszélünk, és próbáljuk meg azokat a fiatalokat, hogy ezt a szót aztán a multiplikátorként használni, motiválni, akik majd otthon a saját településeiken még 10 embert hozzá csatolnak ez a rendszerhez. Nem csak tolnaiak és nem csak baranyaiak, hanem az egész országból, ahol a magyarországi németség lakik, Soprontól Gyuláig, hogy így fogalmazzak, vagy Berkenyétől Lipóig. Az országos önkormányzatnak van egy ifjúsági bizottság, és ez az ifjúsági bizottság gyakorlatilag toborzott kapcsolatban áll mindenféle platformon a fiatalokkal, és a fiatalok ezáltal lettek a motivált, és már olyan fiatalok, akik eleve tesznek valamit, mindig ez van, lettek ide meghívva. A találkozón több mint 20-an vettek részt, és az önkormányzati választásokkal kapcsolatos altémákban innovatív ötletek és kreatív megoldások születtek a különböző problémákra. A katona családból származó, teveli gyökerekkel rendelkező Koller Kinga főhadnagy az egyetlen magyar nő, aki egy Dassault Falcon 7X-es sugárhajtású honvédségi repülőgépet vezethet. Nemrégiben Tevelen osztotta meg szakmájának és a repülés világának érdekességeit. Álma megvalósításához elengedhetetlen volt a kitartó munka, erre biztat másokat is. Nem mindennapi hivatással ismerkedhettek meg Tevelen az érdeklődők. Repülési élmény beszámoló részesei lehettek mindazok, akik elfogadták a teveli székelykör meghívását. A szervezet igyekszik olyan programokkal szolgálni, amellyel meg tudja mozgatni a közösséget, és ami maradandó élményt is nyújt számukra.
pilóta hölgy, a főhadnagy, teveri gyökerekkel rendelkezik, Tolna vármegyei hölgy, anyai részen Őcsényi, illetve apai vonalon teveli kötődésű, és ebből az alkalomból ugye meginvitáltuk, hogy tartsanak egy élménybeszámolót, ugye részben székely felmenőkkel is rendelkezik. A másik oldalon a hölgy nem akárki, mert ő az egyetlen, és a mai napig az első olyan hölgy, aki a kanadai kettes fázisú kiképzést véghez tudta vinni. Olyat tett le az asztal, és olyan teljesítményt nyújtott, ami egyedülálló, nem véletlenül mai napig is ő az egyetlen nő, aki vezetheti ezt a Falcon típusú katonai személyszállító járművet. A főhadnagy örömmel tett eleget a felkérésnek, hogy Tevelen, ahova a családi gyökerei kötik, tartson egy beszámolót arról a hivatásról, amely számára ma már mindennél többet jelent. Gyerekkoromban még teljesen más pályát tűztem ki magam elé, közgazdasági végzettségem van, és az egyetemmel párhuzamosan kezdtem el sportrepülni. Nekem édesapám aktív pilóta Mi-24-es harchelikopteren, úgyhogy a szenvedély az így, azt nála láttam először ezt a repülés iránti vonzalmat, és hát ugye egyetem alatt én is elkezdtem, hobbi szinten először, aztán megcsináltam a civil magánpilóta szakszolgálati engedélyemet, onnantól pedig barátokat, családtagokat, mindenkit el tudtam vinni kisgéppel akkor még repülni, és teljesen magával ragadott ez az érzés, és akkor eldöntöttem, hogy az addigi kitűzött célokat 180 fokos fordulattal megváltoztatom, és én is elindulok a repülés irányába, és hogy ezt választom akkor a hivatásomnak, mert mi egyébként akármelyik pilótát, ha megkérdezzük, senki nem úgy fog nyilatkozni, hogy ez egy munka, hanem ez egy életre szóló hivatás, és ez csak tényleg nagy motivációval, alázattal, nagy kitartással, rengeteg tanulással, ezt így lehet csinálni, de ez egy ilyen földön túli hivatás, tehát hogy tényleg szó szerint ez gyönyörű, gyönyörű, amit csinálunk. Mint mondja, nőként 120%-ot kell teljesítenie, hogy a férfiak világában komolyan vegyék. Ezt azonban mégsem bánja, hiszen szerelmének, a repülésnek élhet nap, mint nap. Amikor én jelentkeztem pilótának, akkor még elég kevesen is voltunk hölgyek. Azt azért így hozzá kell tennem, hogy hát most már egyre többen vagyunk, főleg helikopteren, meg utasszállítón is van velem együtt még egy másik pilóta hölgy. A pilóta képzést belföldi és külföldi képzésekre tudjuk szétszedni. Itt belföldön is volt elméleti képzés, meg katonai nyelvtanfolyam, nekünk kellett ejtőernyősugrást is csinálni, ez például a civil pilótaságnál ilyen nincs. Nekünk egyedül kellett ugrani helikopterből, van 9 egyedüli ugrásom, és akkor ezt követően volt egy kiválasztás, akkor még egy Zlin 242-es kisgépen kezdtük a repülést, és ekkor jártam először úgy külföldön a képzésen belül, hogy Horvátországban, az Zadari légibázison, ott horvát oktatókkal repültünk, és utána vezényeltek ki Kanadába, ahol ott viszont a kanadai pilótaképzést az első magyar lányként sikerült abszolválnom, erre nagyon büszke vagyok. Onnan hazatérve pedig, ahogy az álmom is volt, szállító repülőgépre szerettem volna kerülni, és ez így is történt, de ennek is voltak folyamatosan, mai napig egyébként tanfolyamokat kell abszolválnunk, de ennek is voltak különböző fokozatai, itt is elméleti tanfolyam, szimulátoros tanfolyam, ezt külföldön Franciaországban csináltuk, és utána a gyakorlati repülésnek is volt belföldi része, illetve európai, és mivel akkor itt hoznám be, hogy az én típusom a Dassault Falcon 7X nagy hatótávolságú utasszállító repülőgép, ami azt jelenti, hogy nem csak Európán belül teljesítünk útvonalakat, hanem Európán kívül minden kontinensre, tehát Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ázsia, Afrika, éppen ahova a katona kollégáinkat mondjuk a hivatása vagy a szolgálata hívja, mi oda elvisszük őket, és gyakorlatilag ez egy nagyon gyors gép, tehát a civil közforgalmi képekhez képest sokkal magasabban is megyünk, sokkal gyorsabban is megyünk, időjárási jelenségek fölött, tehát hogy nem is nagyon kell nekünk zivatarfelhőket kerülgetni, nagyon szeretnek emiatt velünk utazni, tényleg egy nagyon gyors és nagyon, nagyon rugalmas repüléseket tudunk végrehajtani. Kinga a szakmaválasztás előtt tudta, hogy nem szeretne egy irodában ülni 8 órán keresztül. Választott hivatása teljesen kiszámíthatatlan időbeosztással jár. Amellett, hogy hétvégén is repülünk, vagy éppen ha ünnepnap van, de vagy
hajnalban megyünk repülni, vagy éjszaka megyünk, vagy délelőtt, délután, nincs semmihez kötve. És az is csodálatos érzés, amikor a csillagos ég alatt húzzuk ki a bőröndöt a repülőhöz, vagy éppen kora hajnalba, és elindulunk egy távoli kontinensre, ahol más időzónák vannak, a szervezetnek alkalmazkodnia kell, tehát hogy én nem tudok ennél jobbat elképzelni tényleg, hogy ott fent a magasba is egy repülőgépet, amit én irányítok, vagy éppen a másik pilóta irányít, és ezzel megyünk. Ez a pálya, ez eleve nagyon sok akadályt és nagyon sok kihívást rejteget, és mai napig, tehát azok a pilóták, akik 30-40 éve repülnek, még ők is találkoznak új repülési szituációkkal, új helyzetekkel, tehát hogy itt soha nem jelentheti ki azt az ember, hogy mindenre fel van készülve, és ez nem csak akkor mondható el, amikor már az ember hivatásos pilótaként végez repüléseket, hanem a pilóta képzésünk során is, tehát az ejtőanyós képzés az pont nem tartozott a kedvenceim közé, de ott is az a gondolat motivált, hogy ha itt most nem ugrok, akkor visz lehet pilóta karrier. Na ez viszont elfogadhatatlan volt számomra, úgyhogy ugrottam. A Kanada se volt egyszerű, tehát ott az extrém időjárás, extrém hideg volt. Magyarországon nincs sok női repülőgép pilóta. Koller Kinga reméli, hogy karrier útja bemutatásával megmutatta a repülési szakma sokoldalúságát és kihívásait. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!